Az első zenei élményem az a nagymamámhoz köthető, az emlékem nem csal, az apai nagymamámhoz, amint domaszéken ott ülök a térdén, a ritmust dobolja a lábával, énekli, dúdolja a magyar népdalokat, nótákat, és ott tanultam meg ezt a nagyon jellegzetes népdal sor végződést, ezt a ritmust, ezt a te-te-te. Furcsa is volt, hogy mindig így végződik, hogy te-te-te, milyen ügyesen megtalálják mindig. Ezek a dalszövegek egy másik szót, ami ugyanebben a ritmusban énekelhető. Hát volt ott egy nagyon rövid, ilyen mulatós hatás is a 3+2 zenekartól. Engem is hatás alá kerített a Kombiné című slágerük. Közeledtünk a 90-es évek közepe felé, amikor már ugye én kamaszodtam, és apu megvette a Pink Floyd, hát végülis utolsónak mondható stúdió lemezét a Division Belt kazettán. Tehát itt még mindig a kazetta korszakban vagyunk benne, a CD korszak az épp hogy beköszöntött. És azt hallgattuk állandóan a kocsiban. És na az volt az igazi ősrobbanás a Kraftwerk után. Én kifejtettem az igényemet a gitározás felé, hogy szeretnék gitározni. Tehát idáig ment a Pink Floyd hatás. Nagynéném és szüleim megvették az első klasszikus gitáromat. Azzal kell kezdeni, a klasszikus alapokkal, majd utána jöhetnek az egyszerűbb akkordok, mármint ami a könnyű zenében egyszerűnek nevezhető a klasszikus gitározáshoz képest. Szóval megkaptam a klasszikus gitárt, jó, tanulja a klasszikus gitározást. Ez a Királykönig Zeneiskolában történt Szegeden. Hasznos volt a klasszikus gitározás, mert bármikor valami jó akkordváltás, dallammenet, tehát játszottam valamelyik klasszikus szerzőtől, mindig az volt a következő gondolatom, hogy ezt hogy építem be egy saját dalba. Bárkit megkérdeztem, ismered az Oasis-t, ismered a Pulpot, ismered a Suede-et? Különösségeket senki nem ismerte az általános iskolás osztályomban ezeket a zenekarokat. Minden esetre rám ezek óriási hatással voltak, és ezt kezdtem el utána beépíteni a dalaimba. Ezt a Britpop hatást. Jöttek olyan zenekarok, a Cranberries-re emlékezzünk, U2, akik már szintén nagy hatással voltak rám. Csak hogy precízen fogalmazzak, mert ezek már nem Britpop zenekarok, hanem ezek ír zenekarok voltak és vannak. És természetesen a magyar előadókat is meg kell, hogy említsem, mert nem volt azért reménytelen a helyzet, ha bár egy-két interjút akkoriban láttam, akár Lovasi Andrással, bárkivel, aki akkoriban lesújtónak nevezte a hazai zenei helyzetet, hogy szinte lehetetlenség a zenekaroknak egyről a kettőre jutniuk, boldogulniuk. Szép emlékeim vannak még a Balatonról, Siófokról, Coca-Cola Beach House-ról, ahol ingyenes koncertek mentek. Nyaranta, amikor én oda vizitáborba jártam, és ott láttam az Üllői-úti fák zenekart, illetve a Vénusz zenekar is fellépett ott. Na, ott történt is fotózkodás, meg minden Zsuzsa énekesnőjükkel. És így vettem meg az első basszusgitárt, hogy én előtte nem játszottam basszusgitáron, de hát arra volt szükség az első zenekar, mert akkor leszek basszusgitáros. És ez volt a Mr. Soft zenekar. Egyetlen saját számot sem játszottunk a Szegedi Rock Clubban a fellépésünkön. Az első és utolsó fellépésünkön. Annyira jól sikerült, hogy úgy éreztük, hogy ezt már nem lehet tetézni, úgyhogy egy koncert volt végül. Talán 11 számot játszottunk, és angol, illetve egy amerikai előadótól, az amerikai az a Smashing Pumpkins zenekar volt, tőlük természetesen a Tonight című slágert játszottuk, az volt az utolsó szám, illetve Oasis és Blur dalokat, most azt hiszem nem hagytam ki semmit, és már a plakát, amit én csináltam, jelezte, hogy itt kérem kuriózum következik. Ismét basszusgitáros kelt egy másik zenekarba, ez volt az Agyagmell kapitány. A neve volt a legjobb egyébként a zenekarnak szerintem, meg még egy maroknyi dal, ami nem volt rossz szerintem. A dobos zseniális szövegeket írt,
és volt egy nagyon karizmatikus énekes. Azt hiszem volt mondjuk 13 koncertünk, ebből 12 ugyanott volt a Szegedi Rockklubban, vagy 11. Akkor volt egy félreértés, amikor elmentünk egy másik városba, kiderült, hogy senki nem vártott minket, talán Bajára mentünk, és valami félreértés történt, és nem is semmilyen koncert nem lesz. Nem baj, mert az állítólagos szervezővel azért jót beszélgettünk, egy lemezt is vett tőlünk, meg ettünk valamit. Apukám vitt el oda egyébként, úgyhogy ez előtte egy ilyen kicsit ilyen leégés volt, hogy na, fiam, jó úton halad. Ezután itt a Tepsi Épség zenekar először duóban, aztán kiegészültünk egy ilyen hol négy tagú, hol öt tagú zenekarra, attól függött a dolog, hogy a Tamás nevű ritmusgitáros most éppen el tud jönni koncertre, meg próbára, vagy nem. És hát eljutottunk a szín, a Szegedi Ifjúsági Napokig, például, mint mérföldkő, ott az egyik színpadon szép tágas színpad, rendes hangosítással. Szegedi Rock Club főnöke, fő szervezője, Szurdi Zsolt, ez volt a legszebb bókja felém a részéről, hasonló közelében sem járt utána, de azért ez kedves volt a részéről, hogy én mindig ilyen üde színfolt-szerű zenekarokat szervezek, meg olyanokat hozok oda, olyan embereket. Stop wasting time. You know what I care about, really, baby. This jacket is too hot. Help me, babe, to take it off. This jacket is too hot. It's too hot, baby. This jacket is too hot. Thank you very much. Very kind of you. Tehát jött ez a lehetőség, hogy kimenjünk. És hát mind a kaland vonzott természetesen Angliába, oda, ahonnan jöttek azok a zenék, amik olyan nagy hatással voltak rám. Nem gondolkodtam sokat a dolgon. Ez egyébként egész konkrétan Brighton volt,
Dél-Anglia, tengerpart, olykor napsütés, két hét nyár, többi az inkább ilyen folyamatosan szitáló, ilyen kellemes, ilyen spray az arcodba, amint kilépsz az utcára. És zord időjárás, de azért Angliához képest mégiscsak jobb idő volt, mint hogyha valóban éjszakra mentünk volna. Úgyhogy mindez 2009-ben be is következett. Már szemem elé kerültek az első koncertplakátok, hogy itt kik fognak fellépni. Azok a helyi nagy nevezetességek, akikről álmodoztam csak egykor, hogy látni fogom őket. Élőben koncertezni Paul Weller, Duran, etc. És egyébként nagyon kreatív időszak volt. Ez a helyszínváltás, ez a légkörváltás. Rengeteg dalom született akkoriban. Vagy a dalszöveg, vagy zenével együtt. A Major Streets, a Catboy, a Hot City, stb. Akkoriban született. A Major Streets az konkrétan úgy, hogy egyszer elindultam egyet sétálni, bele útba ejtve tengerpartot, hegyet, stb. És az egyik ilyen dombocskán ültem, már nem tudom, hogy kerültem oda. Még ha visszakerülnék oda, talán újra eltalálnék arra a kis dombocskára. Amott a tengerpart volt, de minden esetre nagyon csend volt, és ez egy ilyen parkszerű kis lokáció volt. És ott születtek a Major Streets első sorai, ugye öreg utcáim, ami a Szegedi utcákra vonatkozik. Illetve úgy eszembe jutott, hogy földrajzilag is, meg időben is mennyi minden történt, és hogy milyen nagy utat tettem meg, nem karrier szempontjából, hanem helyileg, milyen messzire kerültem Domaszéktől és nagymamám térdéről, ahol az első ritmusokat, dallamokat hallottam. Itt vagyok Angliában, itt valami dombon ülök, valami parkban, itt egyedül. És akkor ez is lett a Major Streets-et. Illetve a Hot City az is természetesen az egy buliváros, Brighton. Tehát azt tudni kell róla, hogy ott hétköznapot mindig vonul a mulató nép a tengerparton, tele van szórakozó helyekkel, klubokkal, ugye elfelmi a fellépési lehetőséget illeti, zeneiskola is van ott, stb. Úgyhogy nagyon azt éreztem, hogy a világ közepén vagyok. That's fun. Yeah, I know I have this Cockney accent. Yeah, sorry. My old street. Far away from grandma's farm, my peaceful life. Hát volt ez a zenei dolog, amit említettem, hogy és akkor most én itt el leszek fogadva, mint énekes, vagy itt mi lesz, vagy megint basszusgitáros legyek, vagy mi legyen itt. Nagyon kreatív időszak volt ez a környezetváltás. Azt még hozzá kell tegyem így a magán életi részét, hogy én Szegeden egy hosszú kapcsolatban éltem, ami az Angliába történő kimenetel előtt ért véget, nem sokkal. Úgyhogy, hát kint, annak rendje és módja szerint belecsaptam a lecsóba. Ilyen értelemben, aki azt mondja zenészként, hogy ez nem vezet kreatív dalszövegekhez, zenei megoldásokhoz, ez az életmóda, a nem túl konvencionális életmód, hiszen még nem voltam ugye elköteleződve, stb., az szerintem egy kicsit hazudik. Tehát itt élmények, itt színek, illatok, bulik, itt, amit el tudunk képzelni. Annyira más volt a kicsit álmos szegedi élet után, hogy ez szülte például a Catboy című dalt, ami erről a buli fiúról szól, aki én akkor voltam. Lady, where a little bit of sunshine can be found. Well, in the night I'm a bitch looking for pleasure and fun. Honey, please don't follow me, okay?
fast in your own way. I'll be a perfect asshole Tomcat when I come back. Kurva jó. Na. illetve a Best Thing in This Chaos című dalt is egy lány ihlette egyik este, éjszaka során, tehát rágyújtott a szobában. Szóval a Best Thing in This Chaos című dalom első sora az ott fogant meg, mert rágyújtott ez a Lucie nevezetű lány, és mondom, látom a gondolatait, érzem a gondolatait a cigarettájában. Nem tudom ez mit jelent, de valahogy olyan volt, mint hogyha ott valami összefüggés jött volna létre az ő agya a cigaretta és közöttem. Mindegy, szóval ezek azok a ilyen gondolatcseppek, amik nagyon absztrakt gondolatcseppek, de mintha lenne értelme, tehát az összekapcsolódást fejezi ki ott azzal a személlyel, itt ebben a dalban az első sor. Tehát ilyen szürreális szövegek jutottak eszembe, úgyhogy ezért mondom, hogy nem ártott ott az a buli élet, mert szerintem nagyon jót tett. Thank you very much. You're very nice. Thank you. Szegedhez képest Brightonban ez a Gary elszabadul kezdetű történet játszódott le. Ha nem buliszta meleget Szegeden, mert ott ugyanazzal a társasággal jártunk egy helyre, akkor most ezt pótoltam, mert itt aztán, hát gondoltam, az olaszt is gyakorolni kellene, és olasz társaság is volt ott. Fiúk, lányok, azt kell tudni egyébként ezekről, most a lányokról beszélünk, akik más országból jöttek oda, hogy amit ők ott csinálnak, az ott is marad. És ugyanez igaz a fiúkra is. Tehát bármi szégyenletes, csúnya bűnt elkövet az ember ott, az ott is marad Brightonban, és utána ugye hazamegy, és ott akkor lehet újra erkölcsös életet élni. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy buliváros, és egy kicsit a munka mellett, kaland, nyelvtanulás mellett a buli miatt mennek oda, aki oda megy. És volt buli, volt tengerparton alvás, volt itt alvás, ott alvás, meg nyelvgyakorlás különböző nemzetek lányaival, és ők is gyakorolták velem. Nem buliztam, nem éltem eleget. Van ez a bizonyos, nem éltem eleget. Én éltem eleget, köszönöm, tehát én ott azt gondolom, kibuliztam magam, úgyhogy nem volt haszontalan időszak. Kreatív is volt, meg jerezd el a hajam időszak is volt egyben. Aztán persze voltak mély pontok is, ez a bizonyos, hogyan tovább, merre tovább. És akkor született a Miért jött az álom című dal. Illetve említettem még ezt a fellépők sorát, akikről csak álmodoztam, hogy egyszer látom őket, és ez viszont egy ilyen nagyon érdekes, nagyon szürreális része volt a kinti kalandnak, amikor
Én gondoltam, utána nézek, kik laknak Brightonban, milyen híres angol emberek, de leginkább itt a zenére gondolok, tehát előadóknak. Paul McCartneyról már fecsegték korábban, hogy ott van neki egy ingatlan a területe. Nem feltétlenül ott lakik mindig, de szabadságra oda megy egy szép tengerparti vityilló, el tudjuk képzelni, milyen lehet. Illetve megpillantottam David Gilmour nevét, a Pink Floyd énekes gitárosának a nevét. Tehát az a személy, aki énekel azon a kazettán, azon a lemezen, amit apu megvett 1994-ben, és ami elindított engem ezen az egész zenei dolgon. Futottam egyik este a tengerparton, mert az egyik legjobb része volt egyébként a brightoni kintlétnek a tengerparti futkározások. Én nagyon szerettem futni. És szerintem ő azt gondolta a feleségével együtt, hogy hát ilyen viharos időben úgysem lesz senki ott a tengerparton, végre nyugodtan sétálgathatnak, mert nem én vagyok az egyetlen, aki felismert őt, meg tudta, hogy ő kicsoda, ebben biztos vagyok. Egyszer csak így a zápor közben, amikor futottam, a szemeim, tehát alig láttam, de ott a vihar van, de mind, ez nem ő? És hogy így futok és közeledik, és ez David Gilmour és a felesége is, két fehér kutya. Na, ott valami nagyon értelmeset mondtam, hirtelen az jutott eszembe, hogy nehogy így zaklatásnak megy, hogy így tovább futok egy kicsit, aztán visszafordulok, és majd úgy mondok neki valamit, és szerelmes vagyok a zenédbe! Ez, hogy I'm in love with your music. Biztos fogalmazhattam volna kicsit valami jobb módon, nem szoktak ilyet mondani, hogy szerelmes vagyok a zenédbe. Na mindegy, nekem ez jutott eszembe, és így visszafordult, hogy köszönöm, láttam a szájon, hogy thank you. És kicsit talán így mosolygott is. I remember times before my lies. I think I knew everything, guys. Going for sure, what an illusion. You have the hitch, then the solution. And if you want something more, you know, life is war. Még amit tudtam Brightont illetően, hogy úgy nem akarom elhagyni azt a várost és ezt az országot, Angliát, hogy én ott nem készítek minél több képanyagot is, videóklippet. Két dalt tűztem ki célul, hogy azokhoz mindenképpen tök jó lenne, illene az egész környezet, stb. Brighton az egyik, az a Catboy, amint ez a buli fiú ott körbe ugrálja a várost, az utcákat, ide belép, oda belép, ilyen társaságba keveredik, stb. A másik meg a Life is War című dal, az élet küzdelmeiről szól, ahogy ezt a címe is tükrözi, azt meg Londonban szerettem volna. Úgyhogy ez a közelsége Londonnak az nagyon kézenfekvő volt. Fel a vonatra, fel Londonba, ott eljátszom azt a szerencsétlen részeges pantomimet, akinek senki nem akar pénzt adni, mert több a részegség, mint a produkció igazából, úgyhogy hiába nyújtogatja oda a kalapját, mindenki csak csóválja a fejét. Londonból hazafelé jövet, már Brightonban, ezzel a lányal, aki forgatta, ez egy angol lány volt, mindkét klippet. Sétálunk az utcán, egyszer csak... Az nem Patti Smith, aki jön szembe. És ő köszönt először, hogy hello, hogy az ő ugye amerikai kiejtésére. Mondom, ez Patti Smith. A többi nagyon közvetlen volt, nagyon kedves volt a lány mellettem, tehát aki forgatta a klippeket, ő nem tudta, hogy ő kicsoda, azt hitte, hogy az ének tanárnőm. Mindegy, készített fotót rólunk, tehát itt sikerült David Gilmourral ellentétben. Azt mondta Patti Smith, hogy felír a vendéglistára, mert neki történetesen koncertje volt Brightonban. Aznap este remek, köszönöm! Nagyon közvetlen volt, nagyon kedves volt. Hát annak rendje és módja szerint meg is jelentem a koncerthelyszínen, ez a Brighton Dome volt egyébként. Nagy büszkén, hogy én rajta vagyok a vendéglistán, és maga a művésznő iratott fel rá. Hát elfelejtett feltenni a vendéglistára, derült ki ott a bejáratnál. Így jártam.
my brothers. I'll see you at the sun. Volt ez a Noémi nevű lány, akivel egyébként már olasz szakra is együtt jártam egy csoportba Szegeden. Hát én mindig flörtöltem vele, úgy online, mert erre volt csak lehetőségem. Mindig én voltam az első, aki szívecskészten lájkolta, és körberajongta minden egyes fotóját, amit feltöltött. Egyszer meg is jegyezte, hogy köszönöm Gergő, rád mindig lehet számítani. És egyszer jött az ötlettel, hogy kijönne meglátogatni engem. Kijött meglátogatni, és ott szembesült vele, hogy valóban csak nálam van hely, mert a többi szobában mások laknak, hogy nem lehet menni. De tudta azért szerintem, hogy jól nevelt gyerek vagyok, tehát, hogy így semmi olyan nem történik ott, amit ő nem szeretne. Úgyhogy haja szála nem görbült, hozzá kell tennem. Persze én akkor már azért hevesen udvaroltam neki. Hát letelt az a pár nap, talán egy hét maximum, amíg kijött nyaralás gyanánt, meg engem meglátogatni. Visszament Pestre. És hát világossá tette, hogyha egyébként szeretnénk valamit, vagy én szeretnék valamit, hát ő biztos nem fog kiköltözni Angliába, nincs ott terve, stb. Vagy hazamegyek Budapestre, nem Szegedre, Budapestre, mert ő akkor már ott élt, vagy akkor így azt folytatom, amit eddig, tehát, hogy mi nem jövünk össze például, esélyem sincs rá, közelébe sem kerülök annak, hogy mi egy párt alkossunk. Még mielőtt hazamentem, a Welcome to my heart klipjét felvette ott velem a tengerparton, hát a tenger az nem hiányozhat belőle, tehát nagyon jól tudtam, hogy mivel nincs tengerünk Magyarországon, az összes tengeri jelenetet azt ott kell felvennem, a tengerpartos jelenetet. Úgyhogy készült még egy tengerpartos videóklip, ez egy szerelmes dar, amit én természetesen Noéminek írtam, tehát akkor ő már elkezdte inspirálni ezeket a dalokat. Welcome to my heart. As we are going one way, I have no ordinary day. My life has begun to rise. A new beginning. Hazajöttem Budapestre. Egy ideig úgy egyéb dolgok elvették az időmet, mint hogy aktívan zenéjek, de ez nem tartott sokáig. Elég gyorsan bejelentettem neki, hogy nekem úgy hiányzik az éneklés, meg a fellépés, meg a dalszövegek, azok nekem folyamatosan egyébként születtek a fejemben. És ezért is jó ez az Alexander's Diary, Sándor naplója, nagyon le akarom fordítani, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy nekem minden nap valami íródik a fejemben. Ha nem új dolog, akkor egy régebbi dolog kerül elő, hogy az hogyan lehetne még jobban élőben előadni. Egy korábbi felvételt újra elővenni. Tehát, hogy vagy egy régebbi dolog kiegészítése, felfrissítése jut eszembe, vagy egy új dalszöveg, stb. Ezt egyszer már mondtam Noéminek akkoriban, úgy, hogy a gondolataim 70%-a az egyébként e körül forog. Úgyhogy ezért ezt jelenti lényegében ez az Alexander's Diary, hogy minden nap valami zenei dolog egész biztosan beíródik ide, összegyűlik, és utána az egy dalban végzi az a gondolat, az az ötlet. Száz gondolat megjelent a fejemben, de mondom, persze menjünk. Újabb inspiráció, injekciót ad a környezetváltás, ebben biztos voltam. Ez mindig ezzel jár, amikor kimozdulsz a megszokottá váló életedből. Ismét mondom, a tengerpart, ugye hát a tenger az nekem nagyon fontos, ezt nem is egy dalban említem
meg. Szóval kimentünk, ott is jöttek ezek a klubbocskák, nagyon kedves volt egyébként az ír közönség, nem csak az írek, hát volt ott mindenféle náció, olaszok, ahogy ez szokott lenni a turisták özöne. Két nagy koncert eseményünk volt, eseményünk és eseményem, az egyik alkalmával, amikor Marcikánk már érkezőben volt Noémi hasában, de Noémi még vagány módon felállt velem a színpadra. Ez egy jótékonysági koncert volt, amit egyébként gyakorlatilag én szerveztem, vagy az én fejemből pattant ki, az egyik ír kollégán nagyon szívesen segített benne. Ez egy nagyszerű hely volt, ahol szerveztük ezt a koncertet, illetve Bono, a YouTube énekesének a fiának a zenekara is lépett ott fel, ez a Grand Social nevezetű hely. A környék is nagyon jó, Liffey folyó, a szeli ketté Dublint, hömpölygő emberek, pezsgő élet, és ott van a Grand Social. Nehéz volt elhinni, hogy ez itt lesz, de sikerült a helyet megnyerni az ügy érdekében. A kolléganőm is szervezte a zenészeket, és én is szóltam, akinek tudtam, hogy van-e kedvük részt venni ezen az eseményen. És olyan kontrasztban állt az angol koncertekkel, élethelyzetekkel, hogy itt ezek a zenészek így megköszönték nekem a színpadon, nekem a külföldről oda szakadt embernek, hogy köszönöm, thank you Greg, ja, én Greg voltam egyébként, nem Gergő, a szervezést köszönjük a szervezést Gregnek, és ez az, amire reflektáltam, hogy azt éreztem, hogy egy kicsit úgy körbeért az a dolog, amit elkezdtem Angliában, és befejezetlennek éreztem, hogy itt most megköszönik nekem a szervezést, hogy azért ez már egy kicsit más kategória volt, és itt Noémi is énekelt, én is, én kísértem ugye gitáron, meg vokáloztam. Szóval itt az angliai évekkel ellentétben is zenei kooperációk születtek. Dublinban egy francia lányismerősöm a videóklipjéhez gitáros fiút keresett. Én természetesen egyből jelentkeztem a feladatra. Így volt tengerparton, jéghidegben, belvárosban, kávézóban forgatás. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix. Nagyon kreatív időszak volt, folytattam a stúdiózást otthon, amikor csak tudtam. Videoklip készítési szenvedélyemet is, amatőr hóbortomat is folytattam és hódoltam neki tovább. És volt még egy nagy esemény, az is jótékonysági koncert volt. Jerry Fish nevezetű ír előadó előtt léptem fel közvetlenül. Ő egyébként Írországban és Angliában is egy közismert énekes, utána lehet nézni, készült közös fotó természetesen. Én arra emlékeztem az ő nevét illetően, hogy egy kolléganőm mondta, egy ír kolléganőm, hogy majd megyek Jerry Fish koncertre, Jerry Fish koncert, így Jerry Fish, úgy Jerry Fish. Én akkor még nem hallottam róla, és akkor kiderült ezen az estén, hogy ott van Jerry Fish, és utánam fog mint fő műsorszám fellépni. From Fujitsu with his own composition. Well done, thank you. Szóval ez a koncert volt ott a csúcs és a legjobb buli,
amiben részem volt. Ekkor már megvolt Marcikánk, úgyhogy én ezen egyedül léptem fel. Egyébként ekkoriban már tervezgettük a hazajövetelt, úgy döntöttünk, nem telepedünk kint le. Úgyhogy hazajöttünk 2019 nyarán, és akkor itt lényegében kezdtem újra azt, amit már mindenütt elkezdtem újra, tehát a koncert helyszínek felkeresése. Csak ezúttal már mondom egyedül. Úgyhogy hát az újabb váltás, újabb kreatív időszakot eredményezett. Jött ugye az a hírhet 2020-as év a Covid-dal, kihasználva ezt, hogy gyakran otthon vagyunk, illetve az utcákon alig van valaki, ha jól emlékszem, de lehet, hogy van, aki máshogy emlékszik, hát mit csináljon az ember? Forgasson videoklippet. Ennek egy része ugye a lakásban készült, tehát szimbolizálandó a kialakult helyzetet. Ez az Access Granted című dalom volt. Másik részét pedig ugye hát nem volt olyan nehéz viszonylag üres utcákat keresni, az pedig Budapest utcáin, azon belül az Andrássy és ugye a 6. kerület környékén filmeztem saját magam. És ezt a dalt egyébként én már elküldtem egy, és most itt a gimnáziumra kanyarodom vissza ismét, a Twang művész név alatt futó kiváló producer ismerősömnek, barátomnak, volt osztálytársamnak, hogy tudná-e valamit kezdeni vele, tehát konkrétan egy remixet készíteni belőle. Ebből lett ez a Twang féle remix, amihez a klip is készült. Mit csináljon az ember? Persze, hogy jelentkezik az 5. magyar klipszemlére, ha már hazajött ide az anyaországba. These days seem so automatic. Need more miracles and magic. You hold the key to another space and time. But will you let me enter? Or will I be declined? Ez be is lett válogatva, beválogatták a Access Granted Not So Automatic remixet az 5. magyar klipszemlére. Hát ott sztár hömpöly volt, azt mondanom sem kell, tehát ott sztár hegyek, és sokan a számomra szimpatikusak, úgyhogy nem maradt el a dumálás, hízelgés, dicsérés, dicséret és közös fotó, és ami még kell egy ilyen sztárokkal túlzsúfolt buliba. A folyamatosan készülő lemezem, amit még Írországban kezdtem el, annak a mix és mastering részét egy bizonyos Nagy Zsolt nevezetű személy végzi, aki történetesen Marosvásárhelyen él, és valahogy egyikünk sem gondolta, hogy beszélni kellene Skype-on akármicsodán. Tehát így mi soha nem beszéltünk, csak cseteltünk, és ott beszéltük meg írás formájában, hogy mit kellene egy dallal csinálni, még mit változtasson rajta, etc. etc. És ez így meg 10 éve, már lassan. Úgyhogy ő végzi ezt a stációját a daloknak. Szóval a végső befejezés, a végső dinamika. Mert ez egy külön terület, ez egy külön szakma. Én ebbe elkezdtem bele mélyedni, de ez egy hosszú út, és igazából nem csinálhatok mindent, tehát klippet is akarok, meg fel is akarom venni, meg gitáron gyakoroljak, meg az éneket gyakoroljak, én írom a szöveget, a zenét, és akkor a végén még a végső verzióját is, az, hogy mi hogy szóljon, milyen hangerővel, milyen dinamikával, ez szinte lehetetlenség, hogy mindent én csináljak, úgyhogy ő így került a képbe. Van itt egy dolog, amit szerintem amikor a szülőknek a feltehetőleg tinédzserkorú gyermeke bejelenti, hogy ő zenélni szeretne, könnyű zenéről beszélünk, amit talán a szülők sem tudnak, és a gyermeknek pláne nem, hogy ez egy nagyon költséges és egyébként összetett,
dolog, és bírni kell a gyűrődést, ez meg talán a harmadik főbb pontja. A hangszerek, a technika, a stúdió bérlés, ha fel akarja venni profi stúdióban az illető a zenéjét. Ez mind sok-sok pénz. Tehát az, hogy megszületik egy dalszöveg, egy dal otthon, az ágyon, a gitáron, az egy dolog. A végső állapotáig, az elkészülésig rengeteg fázison megy keresztül. Tehát, hogyha egy zenekarról beszélünk, akkor meg kell találni azt a zenésztársat, akivel egy hullámhosszon vagytok. Akkor próbálni. Utána bemenni a stúdióba. Mindenki ugyanolyan intenzitással csinálja a zenekarból. Valakire rá kell szólni, hogy nem szeretnéd-e komolyabban csinálni, vagy te ezt komolyabb, vagy nem akarod komolyabban csinálni, mik a terveid. Itt az időfaktor, tehát hogy a hatékonyan használják ki az időt, mert az elszáll. Akkor készen állnak el arra a felvételre. Utána elkészül a nem olcsó pénzből felvett lemez, vagy kislemez, mindegy, hanganyag. Azzal elégedettek-e? Utána szeretnék-e más városban megmutatni, előadni, koncertezni? Ahhoz kell egy mikrobusz. Ott van felszerelés a koncert, helyszínen nincs, félig meddig van, akkor vinni kell a cuccokat. Akkor ki fogja vezetni a kocsit? Ott van valami sofőr, akit ki kell fizetni, vagy valakinek az apukája? Elmennek. Ott van hangosító ember, vagy azt is vinni kell? Tehát az egész egy nagyon komplex valami. Csak azt látja a tinédzser, hogy a kedvenc rockstárja ott pózol, meg pengeti, de ahhoz rengeteg minden kell, rengeteg összetevője van ennek a dolognak. A videóklipet, azt még nem is említettem, azt a részét. Hát valahogy promotálni kell, az profi, az esetleg aranyosan amatőr, tehát hogy nem baj, hogy nem profi, de olyan szellemes, hogy nem baj, hogy nem profi. Tehát itt ilyen kérdések is felmerülnek, vagy több százezres, milliós videóklipet szeretne forgatni. Van menedzser? Ez a másik. Van ott egy ügyes, nem tudom máshogy mondani, pénzember, mert ezt meg kell finanszíroznia valakinek. Menedzser nélkül akarják csinálni. Kiadóval szerződjenek, ne szerződjenek. Tehát itt, miközben ez így folyamatosan változik, ugye ez a zenei világ itt ebben a digitalizációban, ezekkel a digitális platformokkal. Az sem biztos, hogy amit én mondok itt, ez a kiadósdi, hogy ez még így van. Tehát, hogy ez nagyon gyorsan változik. Úgyhogy ez egy komplex dolog, és egyébként erre akarják feltenni az életüket? Tehát, hogy annyi pénzt investálnak bele, hogy ők aztán később főállású zenészként akarnak ezzel foglalkozni? Mert én ismerek olyan elismert, megismert zenekart, akinek mondta a frontembere, hogy ja, mi egyébként nem ebből élünk, nem azt mondom, hogy nincs bevételük, mert neves fesztiválokon lépnek fel, de hogy egyébként mellette van civil munkájuk, tehát itt ezeket is el kell dönteni. Most természetesen a dalaimban visszaköszön mindig az, hogy én éppen hol tartózkodtam. Szegeden a szegedi élmények, Angliában az angliai élmények, az új ismerősök, a tengerpart, Pesten teljesen más légkör, Írországban, Dublinban megint más, aztán vissza Pestre, tehát hogy ezek leképződnek a dalaimban természetesen. Én erről írok, akár az utcán menve, amit látok, amit a hírekben olvas az ember, ami beszélgetést hall, ami állapotokat lát, legyen az szépség Budapesten, vagy legyen az nyomor sajnos, és ennek következtében ugye nem csak angol nyelvű dalaim vannak természetesen, hanem egyre több magyar nyelvű is. És ezekben a magyar nyelvű dalokba ezt beleírom a magyarországi tapasztalatokat, tehát hogy rezonáljon a hétköznapi élettel, és ez nem muszáj, ezt nem muszájból csinálom, hanem ez egy természetes igény, hogy egy magyar hallgató hallgatja, akkor annak legyen már valami köze ahhoz, amit feltehetőleg mind a ketten, vagy nem tudom akárhányan tapasztalunk, aki hallgatja. Úgyhogy így született a Turbulencia című dalom. Nagyon feszült voltam, de lehet, hogy nem csak én, hanem akkor mindenki, lehet, hogy front volt. A széthull a világ az a lezárások alatt született, hogy mi történik, minden leáll, minden megáll. És meddig, vagy mi lesz, és ez mekkora járvány lesz. Aztán az egészet megfejelte ezt a dalt, és az aktualitását, és a
szövegét ez a háború, ami most kitört. Ugye az is ugyanaz, hogy ez hol fog megállni. Úgyhogy egyrészt bele akarom írni a magyar élményeket, meg valahol talán egy kicsit kötelességem is. Tehát most nem játszhatok csak angol hatású dalt Magyarországon. Említettem ezeket a tengerész dalokat. Nagyszerű, nagyon jók, bulizható dalok, táncolható dalok, de közben meg természetesen a magyar légkörről, mindennapi életről is szólnom kell. Széthull a világ, széthull a világ, minden, amiért harcoltál, mi tűzön, vizen áll, hurcoltál. Széthull a világ, széthull a világ, és minden idő, amit szántam rám. Látod a jövő, csak szép ábrán. A jelen pedig csak még drágán. Széthull a világ, 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 széthull a világ. Amellett egyébként, hogy idén szeretnék megjelentetni, lehet, hogy nem csak egy lemez, lehet, hogy többet. Az egyik az ez a bizonyos teljes zenekaros lemez lesz, ami van dob, basszus, billentyű, trombita, citera, amit csak szeretnél. A dobot leszámítva, ezt mind én vettem fel a dobot, azt az a bizonyos Nagy Zsolt veszi fel, aki a mix and masteringet is készíti, mert ő dobolni is tud. Na mindegy, szóval lesz egy ilyen lemez, reményeim szerint. Lesz egy olyan akusztikus lemez, mint amit élőben tapasztal az ember, aki lát engem, hogy ott én egy szálgitárral, meg az én kis kütyüjeimmel állok ott. Egy olyat is szeretnék, ami tükrözi azt, hogy élőben mire lehet számítani. Régebbi dalok elővétele, felújítása, véglegesítése, újragondolása. Idén viszont újra szeretnék színpadra állni. Egyébként a műsorba beemeltem ilyen nagyon jó bulizható dalokat, ilyen régi tengerész dalok egyébként, de kiválóan lehet rá szerintem mulatni, miközben én is baromira élvezem. Do the let me go, me girls, do let me go, hurrah, me and the girls, do the let me go. It's all the merchant's daughter brought up in Cali, oh, hurrah, me and the girls, do the let me go. She took me into parlor and said, won't you be me, boy, hurrah, me and the girls, do the let me go. Do the let me go, me girls, do let me go, hurrah, me and the girls, do the let me go. Itt az Opossum próbateremben szoktam próbálni. Van több próbahelyiség, meg lemezfelvételi lehetőség is egyébként. Én magamnak felszoktam venni a magam technikájával a próbáimat, mind képileg, mind hangilag. Hangszigetelt falak, tehát az ember úgy engedi ki a hangját, és úgy zajong, ahogy nem szégyeli. Lemezfelvételi lehetőség. És magát a próbádat is fel tudod venni, itt egy keverőpult segítségével. Úgyhogy a próbák egy részét azt otthon intézem a pici kis sufniban. Az ott a csendes próba. Itt már azt próbálom eljátszani, hogy kint a színpadon mi lesz. Dalok sorrendje, dalok dinamikája, hangerő, mennyire engedjem ki a hangom, itt hogy énekeljek. Opossum egy remekül felszerelt hely, lehetőséget nyújt ugye próbára, illetve stúdiófelvételre. Teljes körű szakmai támogatást kapunk, legyen szó ott a keverésről, hangerőbeállítás, bármilyen technikai kérdésről. Restás Gergő, a helyi házigazdája, mindig áll rendelkezésünkre. Ő is egyébként zenél, úgyhogy szeretek ide járni.
olyan zenét szeretnék írni továbbra is, hogy arra lehessen számítani, olyan értelemben, hogy ha jó kedved van és bulizni szeretnél, akkor is megtaláld a magad dalait, ha nagyon magad alatt vagy, akkor is találj egy olyan dal tőlem, amire számíthatsz, amire támaszkodhatsz, és ha kell, meghallgatod 10-szer, hogy jobb kedvű legyél, és hogy kijöjj a gödörből, amiben éppen benne vagy. I wanna be under the stars with you, out of sight. Our thoughts we stray without boundaries, and love would be exactly what love is. Happiness is a few moments of mess, oh, feeling so blessed with living for. Woman, I burn up for your body and your soul. I know I'm a dreamer, a lucky loser, who's trying to be gentle by your side.